Megtartotta a nőnapi ünnepségét a Városi Nyugdíjas Klub. Az erről készült összefoglalónkat láthatják. Március 13-án rendezte meg nőnapi ünnepségét a Városi Nyugdíjas Klub. A vendégeket Szalai Józsefné Marika üdvözölte, majd Domonics János alpolgármester köszöntötte őket. Az alpolgármester a jó kívánságai mellett egy verset is elmondott, majd dr. Nagy Rusztemmel közösen egy-egy szálvirággal köszöntötték a hölgyeket. Március 8-a névnap. Kíváncsi voltam, meg is kerestem, hogy mióta is ünnepeljük ezt a szép napot. Hát biztosan tudják, 1914 óta van Magyarországon nőnap. Igazából ugye nem egy magyar ünnep, hanem egy nemzetközi napról van szó. A nőnapon nekünk férfiaknak igazából egy nagyon fontos dolgunk van, nagy köszönettel tartozunk a hölgyeknek, mert ilyenkor legalább ráeszmélünk arra, hogy mennyire fontosak is nekünk a hölgyek, és bennünket mennyire támogatnak az év során, az év minden napján. Igaz, hogy nem csak a nőnapok kellene észbe kapnunk, hogy ez így van, hanem minden nap keresnünk ellene azokat a dolgokat, szavakat, hogy megköszönjük számukra ezt a törődést, de a nőnap legalább egy jó alkalom erre. Ezért, kedves hölgyek, mindezekért a jó dolgokért, ezért a rengeteg törődésért, amit kapunk önöktől úgy, mint feleség, anya vagy szülő, ezúttal is szeretnénk minden kedves hölgyi társadalmi nevében köszönetet mondani, és kívánni maguknak minden jó, főleg jó egészséget, legyen vidám, a boldog. És hát, mint ahogy ilyenkor lenni szokott, készültünk egy iszonyú büszkeség is ajándékkal. Magam, Nagy Sándor polgármester úr és dr. Nagy Rusztem jegyző úrral szeretnék maguknak egy szálvirágot adni és felköszönteni önöket a alkalmából. De mielőtt ezt megtesztük, egy verset szeretnék felolvasni önöknek. Tudom, hogy szeretik a verseket, és azt is tudom, persze vannak nálam sokkal jobb versmondóik, de ez a kis versike úgy megtetszett nekem, remélem maguknak is örömet fogok adni. Az is a címe egyébként, hogy Március 8 nőnap, és Aranyosi Ervi írta. Vannak lányok, nők, meg némik, anyukák, meg nagymamák, vannak Katár, Erzsi, Évi, Zsuzsák, Utkák és Marikák. Sorolhatnám a neveket, hiszen szép száma lapad, mindegyiknek gondoljunk most, ne legyen így kimaradt. Mennyi kedves angyal szervíti az életünk, segítenek szebben élni, mennyi nő is mond velünk. Az élet szegényebb lenne, és a lét boldogtalan, köszöntsük hát fel a nőket, mert a nőnap pont ma van. Ünnepeljük hát meg őket, tőlük csodás a világ, legyen apró figyelmesség, számukra ez a pár szál világ. Úgyhogy a mai naphoz nagyon jó szórakozást kívánok! Sisák Istvánné Erzsike, Petőfi Sándor János vitézét szavalt el a műsor kezdetén, majd a nőnapról és annak eredetéről a klub vezetője beszélt. És honnan is ered a mai napunk? Hát legyen most 8-a, gondoljuk azt mindannyian, ha már 13-a van is. A kezdetekben még csak meg sem közelítik a mai kedves tiszteletkifejező szokásokat. Háttere ugyanis a nőnapnak egy munkás mozgalom volt a nők egyenjogúságáért. Egészen pontosan 1857-ben New Yorkból közel 40 ezer textilgyári munkás dolgozónő lépett utcára március 8-án tüntetve magasabb bérekért és az egyenlő bánásmódért. Több lépést követően évekkel később 1917. március 8-án orosz nők szerveztek tüntetést kenyérért és békéért. Hát és aztán eljutott hozzánk is, mint azt már hallottuk az előzőekben. Köszönetet szeretnék mondani minden klub tagunknak, akik nekem ma a rendezvényben segítőim voltak, akik önzetlenül jöttek és rendezték be a termet,
Nagy-nagy szeretettel sütötték a sorssüteményeket, melyhez jó étvágyat kívánok. Szeretnék köszönetet mondani a tombola tárgyakat felajánló klubtagoknak és külsős ajánlattevőknek. Szeretnék köszönetet mondani Zefír cukrászdának a sütemény felajánlásáért, Varga Kovács Hortenziának virág felajánlásért. Érem, köszönjük meg egy nagy tapssal! És végül az én személyes köszönetem a következő rövid versiske, Sík Sándor, tedd a jót! Tekintet nélkül arra, hogy másoknak tetszik, vagy nem. Tekintet nélkül arra, hogy látják-e, vagy nem. Tekintet nélkül arra, hogy lesz-e sikere, vagy nem. Tedd a jót! Tégy minden jót, amit megtehetsz, ott, ahol vagy, úgy, ahogy teheted, akkorát, amekkorát tehetsz. De mindig, szüntelen, ez legyen a programod. A nőnapi műsor ezután Magon György versmondásával folytatódott, ami után a klub énekkara lépett színpadra Fránya Judit vezetésével. A nőnapi műsor zárásaként Kaszaruland lépett a színpadra, majd ezután került sor a tombola húzásra. A második zenész és vőfej találkozóról kérdeztük Tóth Józsefet és Tóth Martint. Második alkalommal rendeztek ők is teleken zenész és vőfej találkozót, Tóth Józsefet és Tóth Martint kérdezzük a rendezvényről. Köszöntelek benneteket, összegezzük ezt a rendezvényt, hogyan is sikerült második alkalommal. Mi is köszöntjük a Kistelek TV nézőit, a Facebookon a követőinket, szeretettel köszöntjük, és azokat a vendégeket, akik jelen voltak ezen a rendezvényen. Hát amint látják, akik itt voltak, azok látták, hogy egy nagy volumenű rendezvény sikerült újból összehozni a városnak. Nagyon köszönjük, hogy ennyien voltatok. Hagyománnyá szeretnénk ezt teremteni, és jövő februárban, utolsó szombatján bízok benne, hogy meg tudjuk szervezni, és szeretettel várunk mindenkit. Négy zenekar és hat vőfély vett részt ezen a rendezvényen, kicsit beszéljünk róluk is, kik voltak ezek. Én is köszöntök minden egyes tévénézőt, minden egyes Facebook követőnket. Ugye négy zenekar volt és hat vőfély ezen a rendezvényen. Én úgy gondolom, hogy mindenki maximálisan oda tette magát. A zenekarok széles repertoárral érkeztek, felkészültek erre a rendezvényre, hiszen ők is érezték ennek a súlyát, hogy egy olyan helyen fognak zenélni, ahol máshol, máskor nem nagyon adatik meg nekik, vagy nem adatott meg, és tényleg maximálisan oda tették magukat, és a legjobb zenéket játszották. Ugyebár itt volt Telegerendásról a Karaván zenekar, Zákányszékről a Hangulatband, illetve Kistelekről a Hajnalik Szól Együttes, és itt voltunk végén mi is, a Halosi Hangulatzenekar, mint főszervező. Beszéljünk a vőfélyekről is. Kik voltak ők? Hat vőfény volt, Békés vármegyei
Gyei Vőfény volt kettő, Barbi Zsolt és Molnár István, Pest vármegyéből itt volt Bohács Róbert, Vőfények szakszervezetének az elnöke. Ő volt itt, aztán Jász-Nagykun-Szolnok megyéből itt volt Berend Zoltán, és volt egy kisteleki illetőségű vőfényünk, akinek most adatott meg, hogy itt megmutassa magát, Gyalai József, és Szentesről volt Lázár László. Ők az est színvonalát emelték, nagyon jó mulatos, egyveleget hoztak össze, köszöntötték a szakácsokat. Mik voltak a tapasztalatok egyébként, mennyien vettek részt rajta? Ugye hallhattuk, hogy már hamarabb elfogytak a jegyek, mint ameddig akartátok húzni. Igen, hát a tapasztalatunk ugye az, hogy 720-an voltunk. Az esten mindenki nagyon jól érezte magát, én úgy láttam, mint főszervező. Hát talán ennyit tudok róla elmondani, hogy kicsikét szűkösen voltunk, de ezt jövőre megpróbáljuk egy picikét orvosolni. Lehet, hogy nem tudunk ennyi jegyet biztosítani. A hely szűke véget azért, hogy legyen hely táncolni, a zenekaroknak megfelelő hely legyen a beszerelésükhöz. Talán így ennyit tudnák elmondani, de rajta vagyunk mindenféleképpen a jövő évi szervezésen. Mérföldkövé érkezett a halasi hangulat, Tóth József a fiának adta át a stafétabotot, és ő viszi tovább a zenekart. Beszéljünk erről is, ez is a Vőfény találkozón történt. Megható pillanat volt nagyon számomra, és nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy tovább vihetem azt, amit édesapukám ez felépített, még azt hiszem 1992-ben, és megígérem neki, illetve mindazoknak, akik a Halasi Hangulat zenekart létrehozták, hogy nem fogok soha szégyent hozni a nevükre, és vinni fogom tovább azt, amit elkezdtek. Kik azok, akik segítették a Vőfény találkozó megszervezését? Elsősorban is nagyon nagy köszönetet mondunk a Kistelek város polgármesterének, a Kisteleki képviselőtestületnek, akik segítettek. Nagyon nagy köszönetet szeretnék mondani kedves nejemnek, Tóthné László Erzsébetnek. Itt köszönöm meg neki, most, mert az est folyamán egy picikét elmaradt a megköszönése, de nagyon szépen köszönjük. Aztán nagyon szépen köszönjük a Bélteki családnak, Hajnikának, hiszen ő volt az estnek a konferenciéja. Köszönöm Csabának az áldozatos munkát, amit mellettem állt és segített. Aztán mindenkinek köszönöm, aki valamilyen szinten jegyállósok, oklevél szerkesztés, plakát szerkesztés, Vas Rózsikának nagyon köszönjük ezt a munkát. Hát mindenkinek. És a felajánlásokat is köszönjük, a tombolatárgyakat. Hát ezt így most fejből már nem tudom felsorolni, de rengetegen voltak. Szeretettel fogadtuk őket, a felajánlásukat. A virágboltok, élelmiszerboltok. Nagyon megköszönöm annak, aki segített a beterítésben. Itt a Citera zenekarra gondoltam, és köszönöm szépen családomnak, a nagy fiamnak és a lányomnak, hogy megtettek ezért a rendezvényért mindent. Nikó Ügyics előadásán jártak az AFG diákjai. Zói mi Katona Teodórát kérdeztük az előadásról és a tapasztalatokról. Nikó Ügyics előadásán jártak az AFG diákjai a közelmúltban. Zói mi Katona Teodórát kérdeztük arról, hogyan is jött ez a lehetőség, hogy részt vehessenek egy ilyen előadáson, és milyen tapasztalatokkal tértek haza a tanulók. A Nem Adom Fel alapítvány keresett meg minket ezzel a lehetőséggel. Nik Vujicsicsnak több előadása is volt Budapesten, és lehetővé tették a középiskolásoknak, hogy egy kifejezetten nekik szóló előadáson is részt vettünk. Egyszerűen regisztrálni kellett, és egy nagyon jelképes regisztrációs díjat befizetnünk, és így az egész iskolából, aki érdeklődött, az részt vehetett az előadáson. Nagyon érdekes magának Nik Vujicsicsnak a személyisége. Ugye tudni kell róla, hogy ő kéz és láb nélkül született. Mai napig nem tudják az okát az orvosok sem, hogy mi lehetett ez, hogy így született. Nagyon nehezen élte meg, mindig azért imádkozott, hogy nőjenek ki a végtagjai. Aztán egyszer eljött a fordulat az életében, amikor rájött, hogy
nem azután kell sóvárognia, amilyen nincs, hanem azokat a lehetőségeket kell kihasználni, amilyen van. És a szelleme ép, a gondolatai épek, a lelke nagyon szép, és ő ezért arra gondolt, hogy neki ez a helye a világban, ez a küldetése, hogy bátorítsa és motiválja az embereket arra, hogy fogadják el az életüket azokkal a korlátokkal és lehetőségekkel, amiük van, és ezeket a lehetőségeket használják ki. Ő például gördeszkázik, úszik, járja a világot, nem is tudom hány országban, 70 országban, vagy hol tart előadást, tehát sokkal több mindent csinál, mint egy olyan ember, akinek megvan keze lába, mert máshogy áll a dolgokhoz. Tehát nem azt nézi, hogy milyen nincs, hanem azt, hogy milyen van. A diákokat, akiket kiválasztottunk, hogy ki jöhet, először is föltettük a kérdést, hogy ki szeretne jönni. Sokan ismerték már, és ezért nagyon nagy örömmel jöttek, hogy élőben is találkozhassanak vele. Mások pedig, akik nem tudták, hogy ki ez a Nik Vujicic, nekik velük együtt megnéztünk egy videót, egy ilyen 50 perces előadása van, azt is egy középiskolában, de ezt Amerikában egy középiskolásoknak tartotta, és ott hallhatták, hogy mi a vélemény az életről, mi a hozzáállása. Ő nem titkoltan keresztény ember, bár ezt most nem kifejezetten keresztényeknek tartotta, hanem elsősorban a középiskolás korosztálynak. 11-12 ezer ember volt ott a résztvevők állítása szerint, de rengetegen voltunk, ezt én is érzékeltem. És mind fiatalok. Ezért olyan témákat érintett, ami aktuális lehet, például az iskolai bántalmazás témaköre is előkerült, megkérdezte a résztvevőket, hogy ők hogyan élik meg, tehát szavazni kellett, föl kellett emelni a kezüket, hogy hogyan élik meg az iskolában, van-e ilyen, bántották-e őket, gondoltak-e már öngyilkosságra, tehát nagyon kemény kérdéseket érintett, és a visszajelzések alapján a tanulóink azt mondták, hogy nagyon megfogta őket az, amit mondott, pláne így, hogy személyesen is találkoztattak vele, meg nagyon megrendítő volt az is, hogy a saját kortársaik között lehettek. Tehát nem egy felnőtteknek szóló előadáson voltunk, hanem egy iskolás korosztálynak szóló előadáson. Így akkor a diákoknak is igazából többet adott egy ilyen előadás, lehet, mint mondjuk egy felnőttebb számára mennének el, mert csak egy ilyen diák témák voltak. Igen, mert mivel diák témákat érintett, meg ebben a korosztályban, ugye a kamaszoknál nagyon nagy kérdés az önértékelés kérdése. Nagyon kevesen tudják önmagukat elfogadni. Holott, ha fizikailag nézzük az adottságukat, több mindennel rendelkeznek, mint a Nik Vujicic. Tehát egy fiatalnak mi lehet a gondja? Testképével nincs kibékülve, vagy túl sovány, vagy túl kövér, vagy túl magas, vagy túl alacsony, vagy nagyon pattanásos, vagy a haja, vagy valami baja biztos, hogy van önmagával. És a Nik Vujicic nagyon ezt hangsúlyozta, hogy ti most idejöttök, és elhiszitek, amit mondok azért, mert nincs meg kezem, meg lábam. De egy pár perc után már nem azt nézitek, hogy van-e kezem, vagy lábam, csak arra figyeltek, hogy mit mondok. Mert nem törődtök azzal. Azt mondom, hogy nincs kezem, meg lábam. Na és? Te is azt mondod, hogy túl kövér vagy. Na és? Nem azt nézem, hogy milyen a külsőt, hanem azt, hogy milyen ember vagy belülről, és ezt te formálod. És szerintem, hogy ezt az üzenetet közvetítette, ez nagyon sok embert megfoghatott, mert mondom, ebbe a korosztályba főleg ez nagyon foglalkoztatja a fiatalokat, hogy milyen a külsejük, és hogy mennyire fogadják el őket emiatt. Április 5-én Húsvétváron Nyuszi Bulit tartanak Kisteleken. Erről kérdeztük Susánszky Benyamin rendezvényszervezőt. Húsvétváron Nyuszi Bulival készülnek itt Kisteleken, ezzel kapcsolatosan és a közeljövőben tartandó rendezvényekről kérdezzük. Susánszky Benyamin rendezvényszervezőt, köszöntelek, beszéljünk ezekről a rendezvényekről, amelyek itt tesznek Kisteleken. Üdvözöllek benneteket, és szívből köszöntöm a Kistelek Városi Televízió nézőit is. Igen, Húsvétváron Nyuszi Bulival készülünk jövő héten, azaz április 5-én szerdán délután a Szent István téren, ahol különböző játékos vetélkedőket fogunk megvalósítani. Első körben a gyermekjóléti szolgálat kollégáival, a továbbiakban kézműves foglalkozásokat fogunk tartani a Kipkop Gyerekház közreműködésével. És a továbbiakban közreműködik még a Szivárvány óvoda, akik különböző meglepetés programokkal várnak kicsiket és nagyokat egyaránt. A nap folyamán egy érdekes mese előadást fogunk hallani Kovács Erzsi előadásában. A fénypontja a délutánnak pedig a közös tojáskeresés lesz, szintén a Szent István téren. A délután folyamán ingyenes ugrálóvárral és trambulinnal várjuk a kedves kilátogatókat. Természetesen a rendezvényt eső esetén is megtartjuk, csak olyankor be fogunk költözni akkor a művelődési házba. A továbbiakban engedjétek meg, hogy
április 12-ére ajánljak egy újabb programot, mely a Művelődési Házban lesz megtartva. Ez nem más, mint a Magyar Költészet Napja. Ugye József Attila születésnapja április 11-én van, de tekintettel arra, hogy még a tavaszi szünet tart, és bekapcsolódtak az iskolák is ebbe a költészet napjába. Emiatt tartjuk április 12-én szerdán délután 5 órakor a Művelődési Ház dísztermében a költészet napját. Ezen költészet napján közreműködik a Kisteleki Költőklub, a Globvándorok Társulata, az Árpád Fejedelem Katolikus Gimnázium és Technikum tanulói, valamint Sejben Győző gitárral. Április 14-én este 7 órakor a Miért nem marad reggelire című előadás jön ide Kistelekre a Körúti Színház előadásában. Erre még jegyek kaphatók a Művelődési Ház jegyirodájában.